Sorra épülnek a házak Nyíregyháza kertvárosi övezeteiben. Sokan választják lakóhelyüknek ezeket a csendesebb városrészeket. Nem könnyű fába vágja ugyanakkor a fejszélyét, aki építkezésbe kezd. Egyre drágábbak a különféle építőipari alapanyagok. Olyannyira elszabadultak az árak a közelmúltban, hogy a fogyasztóvédelem is kénytelen volt közbelépni. A megyei kormányhivatalok munkatársai az ország minden részében felkeresik a termékkört forgalmazó kiskereskedelmi egységeket. A problémáról a békéltető testületeken keresztül szerzett tudomást a hatóság, amelyekhez egyre több panasz érkezik az árakkal kapcsolatosan. A megyében 5 ilyen megkeresés volt az elmúlt másfél hónapban. A panaszosok gyakran azt teszik szóvá, hogy a kivitelező az anyagköltségekre hivatkozva, a szerződés kötés követően egy oldalúan és jelentős mértékben megnöveli árait. Újabb fizetés nélkül nem hajlandó folytatni a munkát. Létrejött a fogyasztói szerződés, hiszen egy szállítólevelnek nevezett dokumentumon rögzítette a kereskedő, hogy mi az, amit a fogyasztó megrendelt, és előleget is kért minden esetben, tehát mondhatjuk azt, hogy a PTK szabályai szerint létrejött a szerződés. Azonban, amikor a szállításra került a sor, akkor már a magasabb vételárat kívánta a kereskedőbe hajtani, oly módon, hogy egyfajta hatásnyomás is volt a fogyasztóra, mondván, hogy ha ő nem veszi meg, sorban állnak érte, tehát döntse el pillanatokon belül, hogy fizet-e érte többet, vagy akkor eladja másnak. Az ilyen ügyeknél a testület megvizsgálja, valóban létrejött-e a szerződés. Ahogy azt is kikötötte ebben a kereskedő olyat, hogy bekövetkezhet árváltozás a későbbiekben. A kereskedők vagy kivitelezők egyébként a családoknak szánt otthonteremtési lakásfelújítási támogatásokban látták meg a potenciált, egyre nagyobb hányadát teszik zsebre ezeknek az alapanyagdrágításon keresztül. A fogyasztóvédelem szerint ugyanakkor semmiképpen nem engedhető meg, hogy a kereskedők a fogyasztók kárára éljenek vissza a tömeges kereslet adta lehetőségekkel. Tehetünk azért, hogy ne forduljon elő velünk hasonló eset. Mindenképpen javaslom, hogy írásban rögzítsék azt, hogy mit rendeltek meg, milyen feltételekkel rendeltek meg, a szállítás ütemezésének a feltételeit, a fizetés ütemezésének a feltételeit, tehát mindent rögzíteni kell írásban. Ha mégis belefutunk egy ilyen jogvitába, a békéltető testülethez fordulhatunk, amelynek célja, hogy egyesség szülessen a felek között. A fogyasztóvédelem egyébként jellemzően az árfeltüntetést és a termékbiztonságot vizsgálja, a hatóság mellett pedig a gazdasági versenyhivatal és a NAV is ellenőrzi az építőipari szereplőket.